A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, milyen a jó marketing, hogyan lehet versenyképes a piacon a termékünk. Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára. A köztérben számítunk figyelmükre. Azt gondoljuk, hogy ha különállóan építünk egy-egy kampányt, mint marketingügynökség, akár csak Facebookra, akár csak Google-re, akár csak weboldalra, grafikára koncentrálva, és ezt nem egy kerek egészként kezeljük, akkor nem jön meg az a várt eredmény, amit szeretnénk látni, hogy bevételnövekedést hoz, hogy nagyobb ismertséget hoz, és csalódottak leszünk, és azt mondjuk, hogy hát a marketing nem hatékony. Pedig a marketing nagyon hatékony, csak jól kell felépíteni, jól kell alkalmazni, és megtérülést fog hozni. Ezért első körben a marketingről szeretnék van beszélni. Lesznek kiegészítő részek, ahol a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek, azok, amiket bemutatnék, hogy hogy álljunk neki egyáltalán, akár a mesterséges intelligencia segítségével, akár magunk ingyenes szoftverek segítségével a marketingnek. Milyen a jó arculat? hogy működik hatékonyan egy weboldal, miért fontos az, hogy ezen a weboldalon megfelelő minőségű és mennyiségű rendszeresen frissített tartalmat tegyünk közzé, és hogy hogy kell a közösségi médiát jól kezelni, hogy kell oda jó tartalmakat gyártani, legyen szó videós vagy képi tartalmakról. Hát akkor kezdjünk is bele. Miért fontos a marketing? Én azt gondolom, hogy a marketingnek kul cool szerepe van abban, hogy megmutassuk, mi milyen értéket képviselünk, milyen értéket képvisel a termékünk, a szolgáltatásunk, és azt a célközönségünk vagy a vevőink megértsék. Mert ha megértik, akkor nem fogják érte sokalni az árát, hisz, hisz az ő fejükben az egy valós értékké válik hogyha nem volt jó a marketing, nem készítettük elé megfelelően, és nem alakult ki a fejekben az, hogy ez nekem miért lesz jó, milyen megoldást ad a problémáimra, akkor valószínű, hogy az árát is sokalni fogják. Pedig nem az árát sokalják, csak nem tudják, hogy milyen érték az, amit mi képviselünk, amit mi szeretnénk nekik nyújtani. Ezért mindig abból kell kiindulnunk, hogy milyen problémát oldunk meg az ügyfeleink életében, és érdemes felvennünk az ügyfél sapkát, és azon gondolkozni, hogy ha én lennék az ő helyébe, vajon nekem mi az az üzenet, ami átjönne? Vajon nekem, én hogy mondanám azt, hogy erre vártam? Mi az, ami a megoldást nyújtja számomra? És ha ezt a megoldást kommunikáljuk, hogy én miként oldom meg a te problémádat, rögtön, Érezni fogjuk a hatását, és rögtön érezni fogjuk azt, hogy igen, erre az adott vállalkozónak szüksége volt, és ő lesz hálás azért, hogy mi szolgáltatunk neki. És ez bármelyik szektorra igaz. Én azt gondolom, hogy nagyon téves az az elképzelés, hogy a marketingnek mindent el kell adnia, nem kell mindent eladnia. Ha nem tukmálunk a marketinggel, nem azt mondjuk, hogy bármilyen vacak az a termékén, már pedig el fogom neked adni, és megmutatom, hogy már pedig az neked jó, mert nem mindig jó. De azzal a termékkel biztosan megtaláljuk azt a területet, amiben neked, mint ügyfelem, mint lendő ügyfelem, tudunk segíteni. És most szeretnék beszélni arról, hogy Miként álljunk neki egy marketing stratégiát tervezni? Miként e, térképezzük fel a lehetőségeinket? Amikor kigondoljuk azt, hogy, hogy marketingre van szükségünk, akkor mindig mi az, amit szeretnénk elérni? Az, az adott célt, amit kitűztünk magunk elé. Lehet, hogy ez az, hogy ismerjenek meg a városba, de lehet az, hogy az egész országba, de lehet az, hogy nemzetközi szinten. Ettől függ az, hogy milyen szintű marketing tervet kell készíteni. Kell nekem készítenem piackutatást Szlovákiába? Hát, hogyha helyi kisboltos vagyok, akkor nem feltétlen. Mindig a célhoz igazítottan kell elkészítsük azt a tervet, hogy azt a célt milyen úton, milyen módon tudjuk elérni leghatékonyabban. És ahogy mondtam is, mindig kommunikáljunk úgy, mintha egy konkrét személyhez szólnánk. Személyesítsük meg az ügyfeleinket. Gondolkozzunk el azon, ki volt az utolsó öt vásárlom? Akkor hozzá hasonló ember fejébe képzeljem magam, és fogalmazzak neki olyan üzeneteket, ami a legutóbbi vásárlóimnak is jó jött volna. Ha nekik jó jött volna, és nekik ez az üzenet hasznos lett volna, higgyétek el, hogy a jövőbeni ügyfeleiteknek is hasznos az a tudás, és hasznos az az üzenet, amit így fogalmaztok meg. Személyesítsétek meg, mondjátok azt, hogy ő egy 32 éves vállalkozó férfi, akinek virágboltja van. Kommunikáljunk neki. Mondjuk el neki, hogy neki miért lesz jobb attól, hogyha mi szállítunk be neki. Mert akkor szépek lesznek azok a virágok. Mert akkor az ügyfelei mosolyogva fognak kimenni a boltjából, mert mindig a friss virágokat kapják meg. És hogyha Nincsen ötletünk, arra is van egy jó megoldás, mert ötletelésre kiválóan alkalmas a ChatGPT mesterséges intelligencia alkalmazás, amit szeretnék is nektek rögtön bemutatni. Sokan kérdezték tőlem az elmúlt napokban, hogy az újítását, ezt a ChatGPT 4O nevezetű újítást, hogy lehet elérni. A Google Play áruházba vagy az Apple Store-ban rákerestek, hogy ChatGPT, azt kell figyelni, hogy melyiknek a fejlesztője az OpenAI, azt töltsétek le, mert nagyon sok ChatGPT-re hirdető másik applikáció van. Az OpenAI-os verziót letöltitek, kell egy regisztráció, ha még esetleg azt a nem használtátok, bár már gondolom sokan, sokan játszadoztatok vele. És amikor letöltöttét, vagy beregisztráltatok, akkor azzal a fiókkal beléptek, de akár Google fiókkal is be tudtok lépni. És egy ilyen felület fogad titeket. Az ingyenes verzió is jól használható egyébként, hogyha előfizetésesek vagytok, akkor ezt a forró nevezetű újítást is már tudjátok alkalmazni, egy ilyen képernyő fog titeket fogadni. És ugye ide lehet pötyögni, lehet Kézzel beírni üzeneteket, amiket szeretnénk megtudni, de hangalapon is kommunikálhatunk vele, és azonnali válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre. Én most megkérdezem, hogy milyen tanácsot tudna nektek adni. Szia, egy Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége konferencián adok éppen elő és szeretném, hogyha adnál öt tippet azoknak a vállalkozóknak, akik részt vesznek ezen a konferencián, kimondottan gyakorlati tippeket fogalmaz meg, kérlek. Szia! Persze, itt van öt gyakorlati tipp a fiatal vállalkozóknak. E, ismerd a piacodat. Rendszeresen végezd piackutatást, hogy megértsd a fogyasztói igényeket és a versenytársak tevékenységét. Ez segít abban, hogy a termékeid vagy szolgáltatásaid mindig relevánsak legyenek. Tehát építs hálózatod. Vegyél részt minél több szakmai rendezvényen, és építs kapcsolatokat más vállalkozókkal, szakértőkkel. A hálózatod lehet a legnagyobb erőforrásod a jövőben. Három, kezeld jól az idődet. Hatékony időgazdálkodás nélkül könnyen elveszhetsz a napi teendőkben. Használj időmenedzsment eszközöket és technikákat, hogy mindig a legfontosabb feladatokra fókuszálj. 4. Légy nyitott a változásra. A piaci körülmények gyorsan változhatnak, ezért fontos, hogy rugalmasan alkalmazkodj az új helyzetekhez és kihívásokhoz. Mindig készülj fel a változásra, és ne félj új dolgokat kipróbálni. Törődj a csapatoddal. Egy sikeres vállalkozás alapja egy erős és motivált csapat. Fektesd időt és energiát a munkatársaid fejlesztésébe, és teremts olyan munkakörnyezetet, ahol mindenki jól érzi magát és a legjobbját nyújthatja. Remélem, ezek a tippek hasznosak lesznek a konferencián résztvevő vállalkozóknak? Én is remélem, hogy tip, ezek a tippek hasznosak voltak a számotokra. Én azt gondolom, hogy megállta a helyét, ugye? Tehát, hogy benne voltak, azokat is érintette, amiket én javasoltam, még ki is egészítette, nemzetközi hálózatépítés, tényleg olyan innovatív ötleteket adott, ami, ami beleillik a prezentációba. És én azt gondolom, hogy ezek az ötletek ott vannak a zsebetekbe, gyakorlatilag. Jól kell tudni kérdezni, minél specifikusabban kell kérdezni a mesterséges intelligenciát és a chatgpt t és annál specifikusabb és jobb választ fogtok tőle kapni. Én a mindennapjaim során. Akár vállalkozói témákba, akár egy fordítást meg tudok vele beszélni, hogyha van egy külföldi partnerem, és ő angolul vagy franciául beszél, még váltogathat is a nyelvek között, ő azonnal lefordítja. De akár a mindennapokban egy, egy társas játéknak a játékszabályát összefoglalja, hogyha megkéremre. Vagy éppen egy kép alapján kielemzi, hogy az adott környezetben az adott ház, mekkora értékű. De, de sorolhatnám ezeket a mindennapi alkalmazásokat. Én azt gondolom, hogy, hogy érdemes, ingyenes verziója is elérhető, és, és az ötletelés szintjén nagyon jó kiindulási alap. Hogyha arculatról beszélünk, akkor ugye mit kell elsőként észben tartanunk? Legyen egységes. Legyen összhangban a különböző felületeken a kommunikációnk, akár egy névjegykártyát adunk át, akár egy kiállításon veszünk részt, akár egy karácsonyi akciónk van, hogyha valaki ránéz arra a színre, arra a logóra, amit mi képviselünk, onnantól kezdve azonnal be fog ugrani. Oké, okay, ezt a céget már láttam valahol. Szembe jött velem a Facebookon, voltam múltkor a kiállításukon már emlékszem, hogy tőle kaptam a névjegykártyát, időtálló, egységes megjelenés, és a versenytársaktól is kiugrik. Tehát, hogyha nekem van egy specifikus szakterületem, előtte a piackutatás során meg kell néznem azt, hogy az ezen a szakterületen működő ö, vállalkozásoknak milyen színei vannak. Nem véletlen az, hogy a Vodafone, a Jettel és a Telekom teljesen más színeket használ. Hogyha most azt mondta volna a Jettel, hogy oké, okay, váltottam, tele, a Telenorról Jettel lettem, a, legyek rózsaszín. Hát akkor gondolhatjátok, hogy milyen, milyen eredményeket értek volna És milyen egy jó logó. Hát gondoljunk a Nike-ra. Tehát, hogy Ennél egyszerűbb logót, hát nehéz azért elképzelni, de mégis tudjuk, hogy ez a Nike. Mégis annyira egyedi, hogy erről azonnal tudjuk, hogy ez a Nike. Nem, nem tudok oda más feliratot elképzelni. Vagy monokrómban is jól használható. Ugye minél színesebb, minél kacifántosabb, minél összetettebb a logom, annál kevésbé fog jól mutatni, hogyha monokrómban bárhova oda teszem. Már pedig monokrómban nagyon sok helyen tudom használni a logómat akár szárazbélyegző, kis névjegykártya, olyan felületek, ami csak fekete-fehérben nyomtatjuk ki azt a szerződést, és annak a szerződésnek a fejléces papírján ott van a logóm, akkor az mind-mind elveszik, hogyha, ha monokrómban nem jól használható a logó. Még hoztam nektek néhány ilyen mesterséges intelligencia eszközt, például képkészítésre, kiváló eszközök. A Midjourney, a Dali vagy a Logopony. A Logopony kimondottan logókat készít, a Midjourney. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb olyan mesterséges intelligencia alapú képkészítő, aminek bármit mondunk, biztosan kiváló minőségben el tudja készíteni. Kérhetünk élethűt, kérhetünk rajzfilmeset, kérhetünk különböző stílusokat tőle. Én még nem csalódtam benne. És erre hadd mutassak egy példát. Elkezdtünk ötletelni a Gárkinget, lehet, hogy ismeritek az álomcukrászat brendet, e, raktuk neki össze, egy teljes arcolat megújítás, weblap és elkezdtünk ötletelni mi is, hogy, hogy minőséget képviseljen, e, ne legyen túl kacifántos, egyszerűsítsünk rajta, legyen benne a, a a név, az Enméri, cukrászműhely és és egyre finomítottuk. Tehát, hogy ezeket ne úgy képzeljétek el, hogy mindig azonnal megmondja az AI-ja és elsőre megmondom neki, hogy ilyen logót készíts, és, és akkor ez lenne a logója. De nem nem ez lett, hanem mindig finomítottunk rajt. Jó, ez már alakul, ezt a verziót finomítsd még. Oké, okay, akkor ebből készíts már különböző betűtípusokkal, és mentünk, haladtunk tovább. És akkor a végén megszületett a, a, végleges logó, amit azóta is örömmel használ az ügyfelünk, és azóta is Fehérváron láthatóvá vált, ismerté vált, egyre ismertebbé vált, és most már olyan, olyan megkeresései vannak, amiről korábban nem is álmodott. térjünk át a weboldalra, mert hogyha már van egy jó logónk, a logó alapján már elkészítettük a szín javaslatainkat, megnéztük, hogy, hogy, hogy rakjuk össze a, a levélpapírunkat, a logóval, hogy lesz összhangban a, a weboldal, és akkor el tudjuk kezdeni ugye a munkát, hogy, hogy legyen egy egységes arculaton alapuló új weboldalunk. Nem mindig muszáj a weboldal, de de hogyha nem mobilbarát és nem biztonságos, vagy egyáltalán nem is tölt be, vagy annyira lassan tölt be, hogy azt senki nem tudja kivárni, akkor inkább ne legyen. Akkor inkább rakjunk ki egy ö, ö, oldalt, ameddig ö, létrehozzuk az új weboldalunkat, hogy karbantartás alatt, és várhatóan ezt is érdemes megadni, várhatóan, mikor lesz é, ö, élesítve az oldal. De azt gondolom, hogy amikor átadunk egy névjegykártyát, és azon szerepel egy e-mail cím, az e-mail címben az a legjobb, ha nem egy gmail címre végződik, hanem a saját doménynevünkre. És a domény nevünkre azonnal rákeres a partnerünk, hisz látja azt, hogy, hogy ehhez tartozik egy weboldal. Az lesz az első, hogy megnézi, mik vagyunk, kik vagyunk, milyen üzeneteink vannak, mennyire szép a weboldalunk, mobilbarát, gyorsan el tudok elére hozzám az az üzenet, amit ő szeretett volna átadni, és így működik jól egy weboldal, egységes arculattal, letisztul designal, olyan gombokat elhelyezve a weboldalon, ami kiugrik, és olyan címsorokat alkalmazva, ami vezeti a szemet. Ha én erre a weboldalra ránézek, akkor csak a címsorokat elolvasva, kicsoda vagy, Mit akar az Életút Akadémia? Hogyan változik meg az életed, ha megtaláljuk az életfeladatodat? Már azonnal van egy képem a vállalkozásról, hogy mivel foglalkozik, még akkor is, hogyha nem olvasom el a rövid a kisbetű szövegeket, de a kisbetűs szövegek pedig a kereső optimalizálás miatt fontosak, hisz a Google szemében azok a tartalmi elemek láthatóak, amik szövegesen vannak elhelyezve. És vannak olyan szövegek is, amit mi nem látunk, mert meta leírásokban olyan technikai megoldásokon vannak elhelyezve, hogy a Google lássa, de mi ne lássuk. Ezekkel nagyon fontos, hogy optimalizáljuk és keres optimalizáljuk a weboldalt. És akkor ugye itt beszélhetünk arról, hogy, hogy a weboldalnál mi az, amit még érdemes figyelembe venni. Minél jobban tükrözi a domain nevünk azt a szolgáltatást, amivel foglalkozunk, annál előrébb kerül a Google találati listán. Mert a Google mit néz? Én beírom azt, hogy marketing ügynökség. akkor a marketingügynökség.hu lesz a legjobb domain erre a kurszóra, hisz annál relevánsabb weboldal, mint aminek maga a domain neve is az, mint amit én keresek, Hát az biztos, hogy olyan nem létezik. Úgyhogy ő ezt nyilván pluszponttal nézi, ez nem, nem jelenti azt automatikusan, hogy az első helyre kerülsz a marketingügynökség.hu-val, a többi marketingügynökséggel szembe, hogyha azt nem optimalizáltad, és az egy üres oldal, mert nem csak a doménneven múlik, de amikor gondolkoztok egy új cégben, vagy a saját brandnevetekben, akkor érdemes ezzel kezdeni. Megnézem, mi a legjobb, legjobban tükrő, melyik kulszó tükrözi a legjobban a cégemet, és az szabad-e az a domain. Sokszor fogtok azzal találkozni, hogy már nem szabad, mert azért most már nagyon sok weboldal létezik, és nagyon sokan ilyen gondolkozásmóddal már lefoglalták a legjobb domain De akkor rakjunk meg egy kis kiegészítést, és, 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 próbáljunk meg olyan egyedi területet találni, ahol, ahol még van szabad doménünk és nem félreérthető, mint például a bőrdoktor helyett a bordoktor. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket mindig érdemes figyelembe venni a készítés során. És amit én nagyon javaslok, hogyha, hogyha ti magatok szeretnétek szerkeszteni, vagy később legalább karban tartani az oldalt, az a WordPress. Mert még hogyha profikra is bízzátok, akik összerakják, de utána már az apróságokat ti magatok szeretnétek frissíteni, a bővítményeket, átírni egy időpontot, hogy most az aktuális ajánlatom az eddig karácsony volt, most húsvét, aztán nőnap, akkor, akkor azt gyorsan tudjátok ti is módosítani, hogyha nem egy olyan egyedi fejlesztésű weboldalt készítettetek, ami, ami, ami nagyon nehéz kezelni, és vannak előnyei, mert annál jobb testre szabottabb biztos, hogy nem lesz, és annál gyorsabban betöltődő, kevésbé sebezhető. De hogyha jó a karban van tartva egy WordPress oldal, akkor kiválóan működik, nem sebezhető, gyorsan betöltődik, és még könnyen is kezelhető. Az a fontos, meg kell néznem, hogy milyen problémát fogok megoldani, ugye, amivel kezdtünk is. Hogy egy tízezer termékből álló webshopot szeretnék építeni, arra már nem biztos, hogy ez a legjobb. Tehát a, ott már nem fog gyorsan betöltődni, ott már nem lesz, nem ez lesz a leghatékonyabb motor a, a weboldalatok mögött. És ugye itt is jön az AI robotunk tipje, hogyha írtok blogokat, és ezt a chatgpt vel teszitek, akkor azt fel fogja ismerni a Google keresőmotorra és azt fogja mondani, hogy hát még arra se vette a hogy a saját kútfőjéből kitalálja ezeket a tartalmi elemeket, és sorol. Míg hogyha megírjuk, amin, ahogy az előbb is mondtam, ötletelés szinten összerakunk egy vázat a bloghoz, és azt a saját szakmai tapasztalatunkkal kiegészítve egy teljes bloggá alakítjuk, kiváló blogcikkek születhetnek. Tartalom marketing. Mivel kezdődik a tartalom Ugye? azt kell megnéznünk, hogy mire van valóban szükségünk. Tehát, hogy szeretnénk rendezvényekre menni, mert akkor egy jó rollapot kell készítenünk, szóróanyagokat kell készítenünk, akár kuponokat, kiajánlókat a szolgáltatásunkról. De hogyha nem megyünk rendezvényre, vagy, vagy találkozunk emberekkel, akkor ugye a névjegykártya, hogyha, hogyha nem járunk rendezvényekre, teljesen más Típusú marketingre van szükségünk, például egy dinamikus PPT-re, kérdőívekre és felmérésekre, amivel interaktívvá tehetjük az előadásunkat, vagy egy podcastra, amivel a saját szakértői státuszunkat egy magasabb szintre emeljük. És azt mondjuk, hogy ismerkedj meg velem, én nagyon sok hasznos tippet fogok neked mondani és ezzel az én brendem épül, hogyha okosakat mondtam, és ezt meg is uh, fogadja a fogadó fél, akkor azt mondja, hogy hú, hát akkor ő, ő tényleg egy jó szakember lehet az ő uh, szakterületén. És azért fontos a tartalommarketing, mert ha folyamatosan közzé a weboldalatokon újabb tartalmakat, blogot, akkor a keresőbe egyre több kulcs szavatok lesz, videót, a, a, az emberek egyre több időt fognak tölteni a weboldalatokon, mert megnézik a videót, mondjuk egy fél órás podcastot, és a Google mit fog látni? Vagy a kereső? Hogy sok időt töltöttem a weboldaladon. És akkor ő mit fog mondani? Releváns tartalom van ezen a weboldalon, hisz az átlagos idő, amit ott töltenek, fél óra. Hát akkor biztos, hogy releváns ez a tartalom hogyha, hogyha ilyen sokáig időznek a weboldalán, akkor előrébb fogom sorolni, mert megtalálják az emberek azt, amit keresnek. Ugye mi ennek az ellentétje? Ha nincs semmi változó tartalom, és azt mondják, hogy egy ilyen egy oldal, ami, ami nem frissítünk, oda megyek, végig görgetem, fél percet megnéztem, bezárom, Google mit mond, hát itt nem, nem találják az emberek azt, ami, ami, amire szükségük van. És ezért fontos az, hogy folyamatosan frissítsük és folyamatosan rakjunk fel olyan tartalmakat, ami érdekli az embereket, minél aktuálisabbat. Ki jön egy új hír, megjelent a ChatGPT forró, már holnap rakjuk fel a videót róla, hogy tessék, nézzétek, mit tud a forró, és akkor már az mindenkit érdekel, mert te vagy az első, aki ezt megmutatja, hogyha ugyanezt két hónap múlva teszed, hát jó van, már két hónapja kijött már a csapból is ez folyik. közösségi média. Ugye sok közösségi média felületet ismerünk, Facebook, LinkedIn, TikTok, nemzetközi szinten Twitter, elterjedt, de mikor, hol és kinek szeretnénk üzenni? Ugye ettől függ az, hogy melyik platformot válasszuk, és melyen időpontban tegyük közzé azokat a bejegyzéseket hogyha mindenkit szeretnénk elérni, mert azt mondjuk, hogy jó, nekem mindenki a célközönsége, az én szolgáltatásom mindenkinek jó, akkor nem fogunk elérni senkit. Minél specifikusabb az üzenetünk, minél jobban leszűkítjük azt, hogy kinek szól az az üzenet, annál jobban magára fog ismerni, amikor olvassa azt az üzenetet. Ezért kell egy kampányt úgy, mondjuk egy székesfehérvári lokális kampányt, úgy kell elindítani, hogy, hogy az a kezdem, hogy Fehérváriak, ugye Gyuri is így ki a posztot. Figyelem, Fehérváriak, itt lesz a Fivosznak a következő rendezvénye, gyertek! Nagyon fontos az, hogy, hogy nagyon specifikusak legyünk, amikor egy ilyen üzenetet összeállítunk, és nagyon szegmentáljuk a kampány során is, ha most én a 30 évesekhez szólok, olyan üzenettel szóljak, és úgy állítsam be ezeket a kampányokat, vagy, vagy azt a Facebook oldalt, hogy mindig nekik szóljon. Tegeződök, magázódok, ugye ez mind olyan kérdés, amire az elején kell választ adnunk, szintén a tervezés során, és az elején kell azt mondanunk, hogy jó, akkor megvan a, a célcsoportom, megvan a célom, akkor nekik fogok szólni, tegeződve, magázódva, kinek, hogy. És hoztam nektek megint egy ö, ö, mesterséges intelligencia példát, ugye social media és az AI, én azt írtam a chatgpt nek hogy te egy marketing szakértő vagy, kérlek készíts egy táblázatot, ami három oszlopot tartalmaz, közzétételi platform, bejegyzések javasolt közzétételi időpontja napi bontásban, és célközönség korosztály szerinti bontása, és tölts, bontásában, és töltsd fel ezt a táblázatot releváns adatokkal, táblázatot közzétételi platformonkénti bontásban készítsd el a következő három platformra. LinkedIn, Facebook, TikTok. Így a táblázat három sort tartalmazza. Ugye látjátok, itt is az utasítás elég specifikus, és még azt is megmondtam neki, hogy, hogy ő olyan fejjel gondolkozzon, mint egy marketing szakértő, és ő szépen ki is adta, hogy a, a LinkedIn-en mikor érdemes közzétenni a bejegyzéseket, a 25 és az 54 év közötti korosztályban, Facebookon mikor, 18 év és 44 év közötti korosztályban, és a TikTok szintén a, a legjobb időpontokat, és hogy a 13-24 éves korosztály érhetően leghatékonyabban ezeken a platformokon. Tehát még ha nem tudjuk azt, hogy, hogy mikor, hol tegyük közzé, ugye Régen sokat használtuk ilyenkor a keresőt, a Google-t, hogy na, akkor megnézem, majd biztos van róla egy jó blogcikk, most az AI megnéz 10.000 blog cikket, azoknak a tartalmát összefésül, és kigyűjti nekünk egy táblázatba pontosan úgy, ahogy mi kértük. Annyi sorba, annyi oszloppal, és minden, tar minden adatot tartalmaz, amit kértünk. És hogyha videókról beszélünk, ugye sok mindenkinek az van a fejében, hogy akkor tartalom, akkor az egy imásfilm, három perces, és akkor itt megáll a dolog. De de sokkal több ennél a videó, ugye ez egy olyan tartalom, ami felkelti az érdeklődést. Napi szinten nézzük a kampányainkat, és mindig látjuk, hogy ami képi tartalommal, egy sokkal drágábban hoz egy-egy érdeklődőt, mint amiben videót rakunk. Lehet az egy termékbemutató, egy reklám, egy animációs film, egy e-learning oktatóanyag, de akár egy olyan interaktív videó is, ami elágazásokat tartalmaz. Beszél valamiről az előadó, megjelenik két gomb, melyiket választod. Rányomsz a gombra, amint arra rányomtál, az ahhoz tartozó releváns tartalmat fogja megmutatni, és nem kell végignézned a videót. És ugye a videó és videó közt is van különbség, mert egy weboldalra, egy prezentációba egy fekvő tájolású videót teszek. Youtube-on már ugye teszek ki fekvőt is, mondjuk a hosszabbakat, de, de a YouTube Shorts mióta megjelent, ugye a Facebook Reels és a TikToknak a vetétársaként, azóta már az álló videó irányába is el kellett menni. És azt kellett mondani, hogy hogyha a közösségi platformokra teszem közzé, a rövid videóként a TikTokra, a YouTube Shortsra vagy a Facebook részre, akkor álló tájolással teszem, feliratozom, hogy aki akinél nincs hang, ő is értse. És ugye miért fontos az állótájolás? Ha belegondoltok, megnyitom most nektek itt a, a Facebookomat. Ugye a, a Gyuri pont is. De, hogyha így, így posztolunk fekvő tájolásba, akkor nem tölti ki ugye teljes mértékben a, a képernyőnket a, a maga a kép, viszont hogyha fek, álló tájolásba posztolunk, akkor ugye sokkal nagyobb képernyő, képet kapunk a, a, a hírfolyamba, és sokkal nagyobb láthatóságot érünk el. Úgyhogy én azt javaslom, hogy hogy minden esetben, amikor közösségi médiára szeretnétek közéteni posztot, akkor, akkor álló tájolással fotózzatok. Azt is érdemes megvalósítani, hogy hogy készítek egy fekvőt, egy jellót, és akkor mindenféle platformra közé tudom tenni ezeket a bejegyzéseimet. Tehát figyelj a tájolásra, figyelj a háttérre, és mindig feliratozd, hogy aki mondjuk este adhatja a gyereket, ő is meg tudja nézni azt a tartalmat, amit te szeretnél neki átadni. És akkor itt a vége felé járunk már a podcastról néhány gondolat. A személyes brandépítés egyik kiváló eszközéről beszélünk, mert amikor megmutatjuk azt, hogy mi a, ezekben a témákban milyen tudást tudunk adni, ami, amit te használni tudsz, akkor elkezdesz követni, feliratkozol akár a csatornára, és amikor feliratkoztál, akkor, akkor a bizalmad épül. És minden jobban megbízol bennem, annál jobban azt fogod mondani a következő alkalommal, hogy én veled szeretnék dolgozni. És emiatt kiváló eszköz, és emiatt jó tartalomgyártás eszköz a podcast, és edukációs célra tartalmat átadni nagyon jól használható. És itt is hoztam egy kis AI támogatást, a wheat.io eszköz, az, kiválóan alkalmas arra, hogy mondjuk van egy ilyen fekvő tájolású podcastom, amit én szeretnék használni a YouTube csatornán, de ezekben szeretnék csinálni olyan kis uh, videókat, amiket a közösségi média platformokon, TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels álló tájolásba használnék. Ez a kis vid.io mindig arra állítja a kamerát, aki éppen beszél, és még a feliratozásban is segít. Innentől kezdve sokkal könnyebb lesz ezt a videót megvágni és elkészíteni belőle a végleges anyagot. Kedves nézőink, a köztérben a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára kalauzoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott